leveszik, és akkor ki lehet belőle húzni a lőszert. Ezeket az ágyú lövedékeket az egykori Tigris harckocsihoz használták, és a T-34-es tankok ellen vetették be. A II. Világháború egyik frontvonala lehetett itt Kisfalud és Székesfehérvár határában, ahol a 2022-es aranybulla emlékévre készülvén lőszermentesítési munkálatokat rendelt meg az önkormányzat azért, hogy megkezdődhessen a közösségi tér és a kerékpárút építése. A földmunka során szerdán 24 lövedék került elő, csütörtökön azonban a honvédség tűzszerészei tovább vizsgálódtak, és szinte megduplázták ezt a számot. Ebben a gödörben tegnap 24 II. Világháborús német páncéltörő lőszert találtak, a mai napon pedig a tűzszerészek tovább vizsgálták a területet, és további több mint 20 darab került elő ugyanebből. A tűzszerészek ezeket elszállítják és megsemmisítik. A lőszerek 88 mm-esek, magasságuk pedig 120 cm, és egyenként nagyjából 20 kilót nyomnak. A 43 lövedék mellett egy gránát is előkerült a földből. A robbanó szerkezetek mindegyike éles. Ezeknek a hatótávja 6-8 km hatótávolsággal rendelkezett. A robbanó testek lőport, illetve robbanóanyagot is tartalmaznak, ugye éles állapotban kerültek elő. Ha az egyik lövedék felrobbanna, 500 méteres körben végezne pusztítást. A terület átvizsgálása egyelőre befejeződött.